Egyre népszerűbb a választói joggal rendelkező körében a Szociáldemokrata Párt. A pénéles tagnál Stagnál az Aur megelőzte az Uszeret, ez derül ki az Avangard Közvéleménykutató Intézet legfrissebb felméréséből. Ha most vasárnap rendeznék meg a parlamenti választásokat, a PCD szerezné meg a voksok 37 át Ez lényegesen több, mint amennyit a második helyezett a Nemzeti Liberális Párt szerezne meg, azaz 23 ot a szélsőségesen nacionalista áúr nyerése egyértelmű, a románok egyesüléséért szövetség 11%-on áll jelenleg, míg az uszéri a szavazatok mindössze 9%-át szerezné meg. Az egyedüli politikai alakulat, amely még teljesíteni tudná a bejutási küszöböt az RMDS, amely a voksok 5%-ára számíthat. Az új politikai alakulatok közül Ludovik Orbán, illetve Liviu Drágnya pártja is 2%-on áll. Ami a bizalmi indexet illeti, azt is speciális politikus vezeti. Márcsel Csolákú, szociáldemokrata párti elnök 25 százaléknyi választópolgár bizalmát élvezi, Nikolai Csukö kormányfő a Pénélé elnöke 18 százalékon áll, míg Klaus Joannis államfő bizalmi indexe alig a 15 százalékot éri el. A közvéleménykutatást július 22-e és 31-e között végezték 902 személy megkérdezésével. A hiba küszöbb plusz-minusz 3,4